Nem változnak a csok feltételei, folytatja a kormány az otthonteremtési programot. Rossz mézév, kórokozók és az időjárás is megnehezítette a méhészek munkáját. Értékek és hungarikumok ismeretterjesztő vetélkedőt hirdet a megyei önkormányzat. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Folytatja a kormány az otthonteremtési programot. A jövő évi elfogadott költségvetésben 210 milliárd forintot irányoztak elő otthonteremtésre, ezzel is igazolva azt, hogy az otthonteremtési program kiemelt eleme a kormány családpolitikájának. 2,5-szer annyi új lakásra adtak építési engedélyt idén, mint tavaly. Ez a növekedés az ország minden térségére jellemző. Az eddig megítélt csok támogatás 32 000 magyar családnak tudott segíteni az otthonteremtésben. Több mint a fele a csok támogatottaknak tervezi még további gyermekeknek a születését, azok közül, akik új lakás építésére vagy vásárlására vették igénybe a csok támogatást. A célunk továbbra is az, hogy minél több magyar családnak tudjunk segíteni az otthonteremtésben, ezzel minél több magyar családnak tudjunk segíteni a család alapításban, vagy a további gyermekek vállalásában, a család bővítésében. Az otthonteremtési támogatást legtöbben Pest megyében használták fel, de Békés megyében is sokan érdeklődnek a lehetőség iránt. A támogatásokra azt lehet mondani, hogy kb. 50%-ban kétgyermekesek igénylik a támogatást, az új lakások esetében itt más az arány, 60%-ban háromgyermekesek igénylik a támogatást. Nagyon minimális az az arányszám, ahol elmondhatjuk azt, hogy valami miatt a támogatottak nem jogosultak, a kérelmezők nem jogosultak erre a támogatásra. A Duna House pénzügyi szakértője szerint a hozzájuk fordulók nagy többsége tisztában van a támogatás szabályaival és jogosult az igénybevételre, ám felhívta a figyelmet a buktatókra is. Itt a megelőlegező csokról, ha beszélünk, gyerekvállásról előre, ha beszélünk, akkor bizony, hogyha most fölveszünk ezt a támogatást, akkor későbbiekben teljesíteni kell ezeket a feltételeket, és főleg a fiatalokkal szoktam erre felhívni a figyelmüket, hogy igen, a használtnál ugye két gyerekre, az a 4 év gyerekenként, az bizony be kell tartani, mert utána vissza kell fizetni a támogatást. Diós Lajosné Larisza kiemelte, a hozzájuk fordulók közül néhányan úgy érzik, lassú az ügyintézés. A szakértő szerint ahhoz képest, hogy sokan veszik igénybe ezt a támogatási formát, kevés a szakember, aki segíteni tud az igénylésben. Az elmúlt 10 évben ennyire rossz évet még nem zártak a magyar méhészek. A koratavaszi esős, hűvös és a nyári csapadékos időjárás miatt a repce és az akáctermés lényegesen kevesebb lett a tavainál. Az alacsony felvásárlási ár és a méheket tizedelő kórokozó terjedése pedig tovább nehezítette a munkát. Ez egy tavalyi fiatal hunor család, 7-8 fok fölött már röpködnek, amúgy összehúzódnak fürdbe. Ebben a több évtizedes múltra visszatekintő füzes-gyarmati méhészetben is nagy munka folyt a szezonban. Az itteni területek még elbírják a méh családokat, de van olyan megye, ahol a méhlegelők mérete maradt a régi, a családok száma viszont hatványozódott. Így a méhészek hozama is nagy mértékben csökkent. Ez az emlény hegyeiből származó akácméz, kicsit sötétebb tónusú, zamatosabb szerintem, mint a nyírségi méz. Azt azért szeretek, mert nagyon tiszta, sokáig folyékony marad. A minőséggel idén sem volt gond, főleg akác és vegyes mézből vannak egészen kiválóak a szakemberek szerint. A koratavaszi hűvös, esős idő azonban rányomta bélyegét a termésre. Később se tudtuk behozni ezt a terméskiesést, viszont a mézek minősége szempontjából ez nem érintette károsan a méhészeket, viszont a varroatka az igen nagy pusztítást végzett a mi állományba. Van olyan terület az országban, ahol ez eléri az 50-70%-ot is egyes méhészetekben. Ez már a csabai piac, ahol helyi termelők, kiskereskedők értékesítik a hazai méztermékeket. A szlávik méhészet már közel 30 éves. Mindig odafigyeltek a minőségre, de a mostani körülmények között ők is gondokkal küzdenek. A mézára évek óta stagnál. Illetve lefele halad. Ez azért nem feltétlenül a piac hozza magával, inkább egyes kedves kollégák nem jól számolják az árat, saját munkájukat, saját költségeiket nem úgy fedezik, nem úgy számolják. Jelszóval, hogy valamiből meg kell élni. Sajnos ez így van, ugyanilyen a nagybani felvásárlása, a méznek a hordós felvásárlása sajnos döcög, illetve egyáltalán nem működik. A méhészek szerint egyre több az olyan méhtartó, akinek csak az anyagiak megszerzése a cél. Sokszor silány minőséget készítenek és alacsony áron adják termékeiket. Az exportra szánt méznek a mézhamisítás és a silány minőség megjelenése okozta a legnagyobb problémát. A november 3-án kitört madárinfluenza járvány óta a magyarországi baromfi termékekkel szemben 16 ország rendelt el exporttilalmat. A korlátozás alá nem vont területeken a termelők áruira, ugyanakkor nincs akkora túlkínálat, mint az év elején. Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy tótkomlósi baromfitartó gazdaságban november elején madárinfluenza vírust mutattak ki. Azóta a megyében folyamatosan ellenőrzik a baromfitartókat. A korlátozás alá nem vont területeken a termelők áruira, ugyanakkor nincs akkora túlkínálat, mint az év elején. Korlátozták a mozgást, így az áru mozgását nyilvánvaló az állattal érintett területekről, így egy kicsit javult az árunk, tehát novembertől mondhatni úgy, hogy nincsen akkora túlkínálat, és a tojáságazatban sem. A magyarországi termelők ki tudják elégíteni a következő hónapokban felmerülő vásárlói és nagykereskedelmi igényt. Lesz annyi tojás, amennyire szükség lesz hazánkban, Végh László szerint. Ugyanakkor számos baromfi termelőnek gondot okoz, hogy élő baromfit és baromfi termékeket nem vagy csak korlátozva lehet 16 országba exportálni. 16 országtól kaptunk írásos tájékoztatást arról, hogy valamilyen korlátozást egész országra vagy területre vonatkozó korlátozást, állítás korlátozást vezettek be, de azt tudni kell, hogy semmilyen olyan országba nem lehet terméket szállítani, amely országban az állategészségügyi bizonyítvány tartalmazza madárinfluenza mentességre vonatkozó előírást. Békés megyében újabb eseteket találtak, Csanádapácán, Újkígyóson és Biharugrán. Ezért fontos, hogy a gazdák továbbra is zártan tartsák a baromfikat, annak érdekében, hogy a fertőzés terjedését megakadályozzák, és minél hamarabb feloldhassák a korlátozásokat. Megyei értékek és hungarikumok témában hirdet vetélkedőt a Békés megyei önkormányzat általános iskolások felső tagozatosainak és középiskolásainak. A verseny célja, hogy a fiatalokat bevonják a hungarikum mozgalomba, elméleti és tárgyi tudásuk pedig bővüljön a magyar közösségének értékeiről. A nemzeti értékek felkutatása, dokumentálása, rendszerezése és népszerűsítése céljából létrehozott értéktár mozgalom megismerésébe vonja be a fiatalokat a megyei önkormányzat egy vetélkedőn keresztül. Főleg a megyei értékekből kell fölkészüljenek, Békés megyei önkormányzat által létrehozott értéktárbizottság eddig 29 értéket választott be ebbe az értéktárba. Ezeket nagyon kell ismerni, nem csak a nevüket, hanem egyáltalán a történetüket kiterjesztette be, mikor ismerni kell az értékeket. A vetélkedő célja, hogy olyan tananyagot állítsanak össze, amely segít megismerni a Békés megyében élő fiatalokat a saját településük értékeivel, a közös kincsünket képző megyei értékekkel. Akár a kultúra, akár a természeti környezet, akár az épített örökség, akár a kulturális örökség területén, és úgy gondolom, hogy ezzel az identitásukat, a kötődésüket a szülőföldjükhöz, szülőfalujukhoz, szülővárosukhoz és megyéjükhöz is tudjuk majd növelni. Békés megye 75 települése közül 46 alakította meg a saját települési értéktárát, ez az országos átlag kétszerese, amelyben 706 értéket vettek eddig Lajstromba, tájékoztatott Zalai Mihály. A megyei önkormányzat által hirdetett 3 fordulós megmérettetésre 4 fős, általános iskolák felső tagozatosaiból és középiskolásokból álló csapatok jelentkezését várják. Egyre többen választják a minőségi alapanyagokból készült karácsonyi édességeket az ünnepek közelettével. Több árus szerint a vásárlók ma már inkább kevesebb, de drágább termékeket vesznek. Szaloncukorból is 100-féle kapható már a kereskedőknél, amely továbbra is a karácsony elmaradhatatlan kelléke. Egyre inkább kiszorulnak a piacról a tejbevonó masszába mártott termékek a Magyar Édességgyártók Szövetsége szerint. Hogy ki mennyit és miért vásárol, annak csak a pénztárcája, ízlése és képzelete szabhat határt. Én nekem a zsellés. A zsellés szaloncukor? A zsellés. Igen, és a család többi tagja? Azok megesznek mindent, amelyik jók. Ez a hölgy a piacon szokta beszerezni a család számára az ünnepi édességet. Gumicukros. Gumicukros. Mennyit, meg banános. Meg a banános. Mennyit szokott vásárolni általában? Hát ilyen 2-3 kilót. Egyre többen keresik a szaloncukrot. Ezen a standon 45 féle karácsonyi édesség közül válogatnak a vásárlók. Egyre jobban eltolódik az a minőségre, tehát jobban, inkább kevesebbet vesznek, de drágábban az emberek, és a régiek a konzum, tehát ezeket a retro szaloncukrokra van még igény. A kézműves szaloncukor szívvel, lélekkel készül, ugyanúgy, mint a bombonok, mondja az egyik belvárosi üzlet tulajdonosa. Nálunk is szoktak zserés szaloncukrot keresni, bár nálunk az üzletben nem található, viszont nagyon sokan azért érdeklődnek az újabb irányzatok és finomabb dolgok, finomabb ízesítések iránt. Nálunk is nagyon sokféle megtalálható különböző ízekben, így a pálinkásaktól a borosokig, a sóskaramellásig, és ezeket nagyon szeretik most már a vásárlók. Az üzletben sokan vásárolnak kézműves különlegességeket, de inkább kisebb mennyiséget, mert az ár még mindig meghatározó a választásnál. Óriási elmaradás tapasztalható fogyasztói oldalról a borászati kultúrában. Dlusztus Imre szerint a szakújságíró úgy véli, mind a közbeszédből, mind a közoktatásból hiányoznak a borászati ismeretek. A Szegedi Borfesztivál alapítója egy hiánypótló alkotásban vállalkozott 351 magyar borászat egyéni hangú leírására. Az író kifejti, a csökkenő szőlőterületek mellett egyre több a jó borász, azonban a ma hazánkban 70 000 hektáron termelt mennyiség már kevésnek számít. Ráadásul nagyon sokféle szőlővel foglalkoznak a magyar borászok, emiatt nincs olyan fajta, amivel a nemzetközi piacon meg lehetne jelenni. Erre a sokféleségre viszont lehetne építeni, ám ehhez szükséges a hozzáértő borfogyasztói réteg. Ezek az elaprózódott fajták, illetve márkák nem adnak lehetőséget arra, hogy egy átfogó országmarketinget lehessen a boron keresztül megcsinálni, holott ez lenne az ildomos, de éppen azért, mert sokféle bort készítünk, ezért a sokszínűségünket kellene eladni, ahhoz viszont itthon kellene egy olyan hozzáértő borfogyasztói réteg, amelyik tudja, hogy mi ez a sokszínűség, és értékeli ezt a sokszínűséget. Értelmi sérültek is színpadra léptek azon a karácsonyi ünnepségen, amit az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetség Békés megyei szervezete rendezett. A Mikulás is ellátogatott a jelenlévőkhöz, akiknek ajándékcsomagot adott át a Békés megyei önkormányzat és az Országos Egyesület jóvoltából. Tapsal és énekkel bíztatták a télapót a Magyar Bánhegyesről, a Degré utcai otthonból, Vésztőről, illetve Kétegyházáról érkező sérült fiatalok és idősek. A Mikulásra nem kellett sokat várniuk, csak hamar megérkezett az ének után. Gondoltam, vannak itt olyanok, akiknek elkér egy kis ajándék. Jól gondoltam? Az ajándékokat minden jelenlévő nagy örömmel fogadta, mint ahogy a bohócok osztotta lufikat is. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni az én kedves kishomba, a messiás boldogságot szokott hozni. Az ünnepségen több értelmi sérült is színpadra lépett. A segítő szervezet 180 tagot számlál a megyében, közülük sokan érkeztek a rendezvényre. Én szeretem a télapóünnepét, a karácsonyt is szeretem. Szeretett ünnepem karácsonyt. A Magyar Bánhegyesi sérült fiatalok táncműsorral színesítették a programot. Az Egyesület vezetője azt mondta, az elmúlt 10 év tapasztalata az, hogy a társadalom egyre inkább nyitott az esélyegyenlőség elsajátítására, és a fiatalok is egyre fogékonyabbak a különböző sérülésekkel élő embertársaikra. Több 10 éves múltra tekintünk vissza, próbálunk érdekérvényesítést, érzékenyítést megfogalmazni az egészséges társaknak a fogyatékossággal élőkkel szemben. Ezen kívül, amiben csak tudunk, segítünk, munkaelhelyezkedéstől kezdve egészen a különböző szociális ellátások területén. Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre, jelenleg tagságuk több mint 22 000 egyéni és körülbelül 100 jogi tagból áll. Az országban elsőként tárta fel a termőföld kérdéssel, valamint a kárpótlási törvénnyel kapcsolatos parlamenti vitákat Dányi László, békéscsabai újságíró, történész. Több éves munkájának eredménye az Áhimel András utcai fiúk második átdolgozott kiadása, amelynek bemutatóját a Csaba gyöngyében tartották. Sok érdeklődőre számítottak a panorámateremben rendezett könyvbemutatón, de még így is pótszékeket kellett hozni, olyan nagy volt az érdeklődés Dányi László könyvei iránt. Az átdolgozott kötet a rendszerváltás időszakának a termőfölddel, a földtörvénnyel, a kárpótlással kapcsolatos kérdéseit tárja fel, az akkori események egyik főszereplője, Zsíros Géza személyén keresztül. Hogyha kézbe vesszük ezt a könyvet, nekünk legalábbis, akik mondjuk megéltük azt az időszakot, és én magam is emlékszem a földtörvény vitájával kapcsolatos nagyon-nagyon parás hangulatra, hogy mi legyen a szocializmus után a földnek a sorsa. Szóval ez egy nagyon izgalmas dolog. A kötetben az országgyűlés 1989 és 91 közötti földtörvény és tulajdoni kárpótlási törvény vitáit is feldolgozza az író, amelyel kapcsolatban eddig még senki nem végzett kutatást. A kötet nem könnyű olvasmány. Nyomon követheti, mint egy filmszerűen az, hogy 25 évvel ezelőtt, sokszor szándékosan, sokszor nem szándékosan, de hogyan ment végbe az a folyamat, hogy a magyar parasság végül nem kapta vissza a földjét, ott és ahol elvették tőle, hanem rengeteg spekuláció révén mások kezébe került végül is a földje. Dr. Zsíros Géza volt kisgazda országgyűlési képviselő, a Parlament Mezőgazdasági Bizottságának egykori elnöke szerint Dányi László az utókornak is fontos, kőkemény tényeket rögzít könyvében a termőföld kérdéssel kapcsolatban. Hát a témát dolgozta fel, de szerencsére a parlamenti jegyzőkönyvekhez és a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a anyagához is hozzá tudott férni, és sok olyan új dolgot tárt felszínre, ami eddig még nem volt publikus. Tehát hál' Istennek megjelent. Az Áhimel András utcai fiók átdolgozott második kiadása a könyvbemutató résztvevői szerint olyankor dokumentum, amely szerző kommentár nélkül rögzíti a sokaknak máig fájó tényeket. Idei utolsó bajnoki mérkőzésére készül a Békéscsaba 1912 Előre labdarúgó csapata. A lila-fehérek az NB2 19. fordulójában a Cegléd együttesét fogadják hazai pályán. Ez hivatalosan már az első tavaszi játéknap, hiszen a két csapat a másodosztályú küzdelmek nyitányán már találkozott, akkor a Pest megyeiek 3-0-ra diadalmaskodtak. Azóta fordított utat jártak be a csapatok, a Cegléd az utolsó előtti 19. helyről várja az összecsapást, legutóbb október végén ünnepelhetett győzelmet. A csabaiak ugyanaz elmúlt hétvégén nem tudták megnyerni a Szeged 2011 elleni összecsapást, de így is az élmezőnyben az 5. helyen álltak, 3 pontra a feljutást érő második pozíciótól. A lila-fehérek utolsó 2016-os tétmeccse vasárnap 13 órakor kezdődik a Kórház utca stadionban. Ez volt mára a híradó, további híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találhatják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!